Augusztus első hetében az utánpótláskorú játékosokkal elkezdődött a felkészülés a nyíregyházi kosársulinál. A ráhangoló hetet követően közel 50 játékossal Csengerbe utazott edzőtáborozni az NKS. Hétfőtől pedig a megmaradt két felnőtt korú kosaras is csatlakozott a kerethez. Mivel a legutóbbi csapatból többen is hiányoznak majd a következő szezonban, tovább fiatalodik Farkasinszky Gyuláni együttese. Kata, Fazekas Kata, azért volt egyébként is a csapatnál, hogy amikor esetleg olyan problémáink voltak, hogy létszámgondjaink, akkor ő segítette a csapatot, de ebben az évben már ezt nem tudja vállalni, vagy a munkája elfoglaltsága az olyan lett. A Vivien, a Pál Vivien az tanítás, és ugye a főiskolán mester képzésen van. Ő neki ez egy kicsikét így sok volt, bonyolult volt, tehát ő egyenlőre. Most, hogy végleg abban hagyta, vagy csak pihenteti egy darabig, az még a jövő kérdése. Ugye a Karolina az évközben eltűnt, tehát innentől kezdve nem tudjuk, tehát ő valószínűsíthető, hogy nem is fogja ebbe az évben elkezdeni. Ugye aki még számításba jöhet, ez a Takács Anna, ő vele ma fogunk leülni megbeszélni, hogy a következő évben esetleg mit tud vállalni, és hogy tudja vállalni. Aki ugye teljes mértékben bevethető, az a Pap Claudia és a Fekete Dóra, és ugye Orsolya valószínűleg a bajnokság második félében, hogyha az egészségi állapota és minden más úgy engedi, akkor ő csatlakozik ehhez a társaságot. Addig pedig ugye évek óta mondjuk, hogy fiatalitás, na most ez meg fog történni, kőkeményen belevágunk a fiatalitásba. Már hozzáteszem, ez most olyan hirtelen, tehát úgy hangzik, hogy mekkora nagy váltás ez, de hát annak idején a diáik ebbe az idős korban, amit most ugye ezek a játékosok, ők már játszottak NB1-ben. A nyáron a 3x3-as válogatottal világbajnoki ezüstérmet szerző Pap Claudia 21 évesen rangidősnek számít majd a csapatban. A másodosztályban utolsó szezonjára készülő irányítóra továbbra is kulcsszerep hárul majd a pályán. Ez egy nagyon érdekes szezon lesz, nagyon kíváncsian várom a végkimenetelét. Megpróbálom nyilván mindent kihozni ebből, amit lehet, a legjobbat. Én leszek ugyanúgy a csapatkapitány, összefogom a csapatot, a fiatalokat, aztán meglátjuk. Az anyai örömök előtt álló Farkasinszky Orsolya pályafutása során először nincs ott a felkészülés végző játékosok között. A center nehezen viseli azt, hogy nem lehet ott a pályán. Nagyon nehéz így, amikor tehettem, akár még az edzésekről is elmegyek, mert nehéz ezt így végignézni. Pláne, hogy korábban olyan sérülésem sem volt, amivel huzamosabb időt kellett volna kihagyni. Tehát egy hónapnál tovább nem kellett esetleg sérülés miatt sem az edzésektől távol maradnom. Így ez most nehéz, amit tudok, azt még úgy megpróbálok azért nyilván én is mozogni, de nyilvánvalóan labdázni már nem lehet, és ez azért egy fájó dolog. Az amatőr nemzeti bajnokságra 27 csapat nevezett. A szövetség a tervek szerint 3 csoporton osztja majd a mezőnyt. Az alapszakasz követően csoportonként 3 csapat jut a felsőházi rájátszásba. A nyíregyházi kosársuli a jövő hét második felében tornát rendez, több korosztályban több helyszínen játszanak majd a csapatok.